A csatorna fő támogatója nordicamoto.ru. Is váltottunk egy kisebb Leoncinóra, egy még kisebb oroszlánra, a Centoventi Cinquére, azonban meg olaszul is meg kell tanuljak, tehát Centoventi Cinque. Lényeg az, hogy ez egy kisebb verziója, ez már, lássuk csak, igen, ez már egy henger, 250-es, milyen szép nappali fénye van, plusz nagyítós lámpája, meg minden, jó vagány ez az írás itt benne. Ezeknek is már ilyen, vagy ennek is már ilyen flexibilis indexe van. 250, na hát ez nem lesz egy olyan játékos. A francot. 125? Ez csak 125-ös, Szabi? Hát úgy nézem, hogy 1-2-5, bizony, akkor bocsi, sztornó, visszavontam, nem 250, még kisebb, 125-ös, ez már tényleg a full kezdő, A2-vel vezethető, van egy dobunk is, ami reméljük, hogy jó szól, itt már azért látszik, hogy ez kisebb, na már maga ezek a lábtartók se, azok a szélesek, meg stb., viszont ugyanaz a kialakítás a sárvédővel, meg a rendszámtábla konzollal, itt is van egy ledes hátsó lámpánk, és van egy monokróm kijelzőnk. Na jó, próbáljuk ki ezt is, ha már lehet. Itt is van bicska kulcsunk, ami a Benellinél nagyon cool, nézzétek csak meg. Motoros ruházatot vagy más motoros kiegészítőt keresel? Látogass el a www.motomus.ro weboldalra, és a vásárlásnál használd fel az Alpár promókódot, már is 5% kedvezményben részesülsz. Csak meg, milyen jó néz ki. Pum. Még egy körönvágót kell ide feltenni, és kész is vagy. Na lássuk, hogy ez hogy adja. Itt is monokróm kijelzőnk van, de már sebességet is mutat, hogy hányasba vagyunk, meg minden. Ó, milyen finoman indul. Pöcröf, ahogy szokták mondani. 6-7-nél ez is már megébred. Na jó, lássuk ez milyen. Menjünk ezzel. Olyan kicsi csendes, hogy nem is hallod a hangját. Mondjuk ez mi? Ja, ezt csak így oldották meg, nem benyomóval? Na se baj. Hú, de kicsike! De jó, élvezetes. Fékünk is van, fog is. Tiszta fasza. Azért már érződik, hogy 125-össel van dolgunk, már rövidebbek a fokozatok is, már 3-asba vagyok. Hát itt egyelőre hang van, srácok. Erő annyira nincs. Tükrökben jól látok, kormány jó, szélvédelem zéró, ahogy már megszokhattuk ezeknél a nékedeknél. De tök jó az a kijelzőnk is. Teljesen rendben van. Ez már tényleg ilyen nagyon kezdő, akár még ilyen 16 évesen is levizsgázott emberkéknek való. Van hatosunk, nem úgy, mint az Imperiálén, ezt már az előzőnél is elmondtam, hoppá. Júj, de könnyű, nagyon könnyű. Nem is kell kormányt mozgass a csípőből, csak így dobod jobbra-balra. Ez teljesen jó, egy visszaváltás. Itt vagyunk a kolozsvári reptér körül, itt huligánkodunk. Egy 3-as elég szerintem. Azt nézem, hogy a hőfokunk nem is ment fel, vagy már ilyen hamar lehűlt.
ezeket ordít. Viszont itt nincsen akkora rezonálás a lábtartón, de a fencimet azt azért masszírozgatja igazából. Tyú, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon könnyű, ilyen pihekönnyű motor. De jó itt is a tankunk, hogyha arról van szó, meg tudod szorítani ügyesen egyet, hogy kicsit biztonságosabb legyen. Szegény kucuk. Hát őszintén nem is tudom, hogy merjek-e előzni vele. Na láss, de csak a ti kedvetek ír. Hát olyan 7000-nél előjön az üveghang szegényből, de hát ez nem is arra van, hogy tépjed. Mondjuk én úgy emlékszem, hogy azért 125-ösből kicsivel erősebbekké mentem, még régebb, fiatalabb koromba, ahogy szokták ezt az idősek mondani. Na de, ez most egy ilyen teszt, kicsi 125-ös Leoncino, ez most már tényleg a bébi oroszlán, de vannak itt még nagyobbak is, mert vannak 750-esek is, meg minden azzal. Arra vagyok kíváncsi, hogy az hogy viselkedik. Fékünk jó, te! Teljesen rendben van a fék, ahogy nézem, érzem. Póni 2-ösbe is elindul. Jó, itt valami nagyon berezonál, lehet valami fém, műanyag is akár. Olyan. Igen, 7500-tól jön elő, de másképp nagyon játék. Élvezem, kicsi kávédaráló. De mondjuk kezdőknek tényleg ez is ugyanúgy jó tud lenni. És ami még előny, hogy kicsi a motor, ezt nézzétek csak így, supp! Sziasztok! Fék van, te, egész jó! Még itt csinál, vom, az oroszlán felordít, Simba. Hát nem tudom őszintén, hogy a 350-es robogót választanám-e, vagy ezt inkább, abban még azért van hely pakolászni is, plusz szerintem még lehet egy kicsivel erősebbnek is tűnt, jó 350-125, tehát alapból nem egy kategória, nem egy súlycsoport, viszont árba se gondolom, de majd ki fogom írni ennek is az árát, hogy ez mennyi. De jó, kényelmes amúgy az ülése. Ez tényleg olyan, hogy hopp, baszki, elfelejtettem kifizetni a gázszámlát. Nagyon gyorsan fel a motor. Hoppá, itt azért kellett volna egy nagyobb, vagy egy kisebb sebességi fokozat. Tehát elfelejtetted kifizetni a gázat, ráugrasz, hopp, elfuttál, útszélén hagytad, kifizettes, mész a dolgodra. De itt is azért rezonálunk egy cseppet. Tehát ez már tényleg egy henger, na itt nem lehet csak úgy. De a fékje nagyon jó. Hát ezzel már nem biztos, hogy megeszem ezt az Astrát itt előttem. Sőt, biztos, hogy nem. Jó, már nem is kell nézni a fordulat számmérőt, amikor kezd üveghang jönni, akkor kell váltani vele. Azaz te 90, hát mindjárt hangsebesség. Gyere 100! 100, mindjárt, ott van egy kicsi lejtő. 97, 8, 99, itt a lejtő. 100, 101,
Na igen, 102. Teljesen jó, srácok. 100-zal lehet csapatni. És meg is áll, ez még nagyon fontos. Közben nézem, Szabi is hol van, nehogy kelljen vegyünk két Leoncinót. Hát köszönöm szépen, de nem előzök-e hiszen. A kis oroszlánnal csapatjuk. Mondjuk az 500-as azért az már jó volt. Az a durva ezekben a Benellikben, hogy van garanciád, itt van márka szervized van, és az áruk, tehát annyira most törnek be ide a piacokra, hogy vagy azért, vagy mert tényleg ennyi tudnak jó árakat adni. Tehát ilyen 3-4-5 ezer eurókért, sőt 6-é már teljesen jókat tudsz kapni. Úgyhogy mindenképp érdemes megfontolni, hogyha bármilyen van, akkor a Motomusznál románul, magyarul tudnak segíteni nektek, úgyhogy vegyétek fontolóra, mert tényleg, ha egy ilyen kezdőgépet akarsz, te is kezdő vagy, még elképzelésed sincsen arról, hogy mit szeretnél, vagy valami, szoktak ilyen tesztnapok lenni, ami most mi is vagyunk, érdemes eljönni, persze, ha nem félsz, hogy most tök idegen motor, vagy ilyesmi, de mindenképp ki lehet próbálni ezeket a gépeket, mert tapasztalatot is szerzel, a másik pedig, hogy vagányok. És még az is lehet, hogy amellett döntesz, hogy egy ilyet veszel magadnak első motornak. Vagy egy ilyen trailt, ami már... Vagy egy ilyen trailt, amivel azért már tényleg lehet menegetni. Na, megint egy gép. Jó a felfüggesztés is, azért úgy érzed ezeket a csíkokat itt az úton, de nem olyan vészes. Amúgy azt figyeljétek meg ilyenkor mindig, hogy a hangom rezegje, mert hogyha rezeg a hangom így, akkor azt jelenti, hogy túl kemény, túl merev a felfüggesztése ezekre a romániai utakra. Aztán lehet, hogy Olaszországban ez teljesen rendben van, de hát azért ott is voltam párszor, és ott is láttam, hogy nem minden út olyan, mint az asztal teteje, vagy egy márványlap. Hogy, de hát ezzel úgyis városban mész, ahol inkább rossz az út, na akárhol mész a világon. Gyengébbek az utak bent a városban, legalábbis én ezt tapasztaltam. Viszont szerintem oda, ahova ezt te tudod használni, oda teljesen jó. Ha még így hátra ülsz, akkor annyira nem rezonál, de kicsit előre hajolsz, az egész alhasi, vagy az alsó részem beleremeg itt a dolgokba. De jó a fék, úgy egyből van fék hatásunk. Vigyük vissza a gépet, mert annyiba mázlisták vagyunk, csókosok, hogy nem kell mi feliratkozzunk a test drive-ra. Ugye azért is jöttünk, hogy teszteljünk, ezért... Na, nincsen egyes, de van. Azt hittem, elfogyott az egyes belőle. Tehát annyi kedvezményünk van, vagy nem is kedvezmény, hanem előnyünk, hogy nekünk ide adják így is. Hát ilyen 80-nal lazán megy. Tehát nem kínlódik, mint ott a 100, nem, mondjuk akkor se kínlódott, csak azért na. Kicsi súly, aerodinamika, meg stb. Nem engedte, hogy ő hirtelen felpusson 100-ra, mint mondjuk a akármelyik másik. És itt ez a bajom, hogy egyfolytában hasonlítom a tegnapiakot a maiakhoz,
viszont nem kellene. Tehát mindegyik külön kategória, külön motorerővel, külön mindennel, úgyhogy mindegyikre csak úgy, mindegyiket úgy tesztelem, hogy mit ad, milyen érzés lesz, amikor ráülök, vagy egyből mi jön át, vagy ilyen tényleg ilyen, milyen vele menni tesztre, számítsatok a többi modellről is, mert ennyi motorból, még ha előre tudom, felkészülhetek, de ez most így nem adja ki. Jó, dinamikusan lehet közlekedni városba vele, most autókat simán le tudsz nyomni. Jó, nem a lámpánál gyorsulva, de tenni, 85, és tök jó, odahúz az ember. Duruzsó helybe, hogy nem is lehet hallani a hangját se jó formán. Jó pengős, hoppá, addig gázolok itt, hogy én lemaradok az ődről mindjárt. Na, ez volt a Leoncino 125.